Betlinél kontrázunk takart lappal. Még nem emelte fel valaki a lapját, már akkor lehet mondani ki a véleményt rá. A szabályok pontos ismertetése, átbeszélése után kezdődött az országos ulti verseny a Vokéban. A megmérettetésre ezúttal a vártnál némileg kevesebben jelentkeztek, hiszen az ország több pontján is szombaton rendeztek megmérettetést. A főszervezők szerint azonban fontos, hogy még így is sokan járnak ultizni Kanizsán, sőt, az egyesület már a fiatalok toborzásába is belekezdett. Nem csak nyugdíjasok vannak köztünk, mi meghirdettük ezt a dolgot úgy is, mert minden kedden 13 órától 18 óráig edzési lehetőségünk van, meg ténylegesen úgy töltünk el egy délutánt, hogy tartalmasan. Ezt pedig úgy hiszem, hogy a saknak egy bizonyos részében előzetese megmozgatja a szürke állományt. Az ulti versenyre más sportágak egykori kiválóságai is érkeztek. Én már nagyon régóta ultizom, annak idején még fiatal koromban kosárlabdáztam, és játékosként a csapattársaimat, az idősebbeket mindig néztem, hogy ultiznak, és így tanultam meg ezt a játékot. A 6. országos ulti versenyen Kovács Nándor végül a második helyen zárt. Az elsőnek járó díjat a szintén kanizsai Kovács Péter érdemelte ki.